Jó estét kívánok, kedves nézők! A sportolói, illetve sportvezetői pályának egy közös vonása biztos, hogy van. Persze sok más is, mégpedig az, hogy nyilván sikerek idején sokkal könnyebb a nyilvánosság elé állni, nyilatkozni, amikor pedig egy kicsit nem megy a szekér, akkor mindig több a kérdés, és mindig nehezebb erről beszélni. Hát Simon Balázs, az Albafehérvár ügyvezetője megtapasztalta mind a kettőt, egyrészt játékosként és sportvezetőként is, másrészt nyilván olyan időszakban is, amikor minden jó volt, és hát gondolom mostanában, amikor a csapat egy kicsit várakozás alatt szerepel a bajnokságban, azért elég sok kérdést kapsz azzal kapcsolatban, hogy ezt a krízis helyzetet úgymond hogy kezelitek. Köszöntöm én is a kedves nézőket, téged is, Zoli. Hát igen, vannak kérdések, meg bennünk is, tehát nem csak kintről, hanem bennünk is, de próbáljuk ezt amennyire lehet megoldani és stabilizálni. Az én tapasztalatom az, és ez már nagyon messzire nyúlik vissza, tényleg még nagyon-nagyon sikeres időszakokban is, hogy azért hajlamos a közönség túl dramatizálni dolgokat, akkor is, amikor esetleg nincs akkora baj. Persze, hát ezt nyilván kívülről mindig nehéz megítélni. Te most hogy látod, ugye az, hogy jelenleg a csapat éppen ott lavíroz a középházba a jutás határán, ami egy Alba hagyományához nyilván méltatlan, az nem jó, de valójában mekkora gond, amit most orvosolni kell? Hát igazából, ahogy mondtad, ugye a hagyomány és a múlt az kötelez, tehát nem gondoltuk volna tényleg a legelején, hogy most ilyenről fogunk egy fél év után, vagy öt hónap után beszélni, de én azt gondolom, hogyha most szépen fokozatosan haladunk, akkor ezt még lehet olyan szépé tenni, ha nem is azzal, amit az év elején célküzésnek kitűztünk, bár ez is benne van, hiszen ilyen szempontból a kosárlabda bármeddig nyitott, tehát a lehetőség megvan rá, hiszen rájátszásban, meg a középszakaszban még itt bőven van mérkőzés, amikor lehet javítani. A cél most tényleg, ahogy említetted is, hogy a középszakaszban ott legyünk a középső ötösben, én azt gondolom az első öt, az már valami nagyon nagy csoda kéne, hogy mi oda föl tudjunk menni, tehát ezzel nem is számolunk, tehát a második ötösben minél több győzelem legyen. A sorsolás, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból eddig hátrány volt nekünk, hiszen most az utolsó hét meccsből 5-5 hazai pályán fogunk játszani, és a közvetlen riválisok ellen, akik egyel vagy kettővel vannak előttünk, tehát még bőven tudunk fölfele menni. Van most ez a két, még két hét, ugye három hét összesen, hiszen a kupadöntőben nem vagyunk bent, hogy a csapat még jobban összerázódjon, és akkor én azt gondolom, hogy ha ott vagyunk a középszakaszban, van újra 8 mérkőzés, elérjük a rájátszást, onnantól pedig már nyitott minden. Ez túl szépnek is tűnhet, főleg az eddigiek képe alapján, de én azt gondolom, hogy abszolút képes erre ez a játékos állomány is, és ugye még szeretnénk ezen javítani, hogyha a lehetőségeink engedik. Hát, hogyha már a játékos állományt említetted, ugye azért volt ennek a szakasznak egy olyan része is, most már azért kevesebbet emlegetjük, amikor 10 meccset nyert zsinórban az Alba, és ugye a nemzetközi kupában is jól menetelt, mint ahogy a hazai bajnokságban is ott volt a 4-ben, ami mindig egy célkitűzés. Nagyon kevesen gondolták volna december előtt, hogy egyszer csak egy krízis ennyire beüt, illetve így elhúzódik, mert olyan is volt már, hogy persze egy-két meccs nem jól sikerült. Úgyhogy nagyon nehéz megítélni valójában, hogy akkor mit tud ez a csapat, vagy mi volt az, ami miatt valami félre siklott. Hiszen mondom, volt egy nagyon jó periódus is. Igen, tehát amit mondasz, ugye rosszul kezdtünk idén is, mint tavaly is, utána megint átváltott valami, és ahogy említetted, ugye 10 meccset nyertünk zsinórba, majd 6-ot elvesztettünk. Tehát nagyon nagy jelen pillanatban az amplitúda, ami a csapatot jellemzi. És ugye most is azt látjuk, hogy nyerünk Izraelbe simán, utána megverjük a körmendet 30 ponttal hazai pályán, és utána elmegyünk egy Kecskeméthez, akik szintén jók, de én azt gondolom, hogy nem hasonló játékerő, és simán kikapunk. Tehát önbizalomnak kéne lenni a játékosoknak, főleg két ilyen mérkőzés után, és a pályán pedig hirtelen azt látjuk, hogy egyik pillanattal az elillan. Tehát ezen is én azt gondolom, a fiúknak kell dolgozni. Ez ilyen szempontból itt az utóbbi két hét ez, hogy Szegeden sikerünk behúznunk ezt a hosszabbításba, ezt a mérkőzést, meg előtt a TFL-en azért egy magabiztos győzelmet alattunk. Ez nagyon kellett, és most tényleg itt ez a három hét alatt lesz, gondolom, van egy kis alapozás, utána pedig lesz pár edzőmérkőzés, és előre tényleg az utolsó hét meccsre, hiszen ezen sok minden változhat, az egész szezon megítélése meg tud változni.
Annak a rutintalanságnak, ami mindig benne van az Alba szezon elejé keretének összeállításában, lehet így mondani, hiszen tényleg ugye Zunis Branislav volt most több éven át az edző, és ő előszeretettel igazolt újonc légiósokat. Persze, hogy milyen polcról, hogyan választott, mi alapján, ez nyilván ez belső dolog, de mégis sokszor úgy alakult, hogy jöttek ugye első éves amerikaiak. Lehet ennek a fajta rutintalanságnak szerepe ebben a hullámzásban? Mert nyilván egy csapat akkor tud kiegyensúlyozottan teljesíteni, hogyha a játékosai tudják kezelni a nehezebb helyzeteket is. Hát ezt csak megerősíteni tudom, tehát ez így van. Tehát egy rutintalan játékos, főleg ha irányító poszton van, először jár Európába, meg kell szokni. Ezt mindenki tudja, hogy új kultúra, új ország, nagy elvárások, azért nyomás van rajtuk, tehát ez befolyásol a tényező, és idén sajnos ez látszódott, hogy ez tényleg akkora hullámvölgyeket és hegyeket okozott, ami idáig vezetett most jelen pillanatban. És nem csak egy játékos, hanem ugye több. Az edzőváltást már sokszorosan kitárgyaltuk, és most nem is akarok arra visszamenni, hogy miért és hogyan történt. Inkább arra vagyok kíváncsi, a múltkor Balázs Imre klubelnököt is kérdeztem, hogy valójában mennyire megítélhető jelenleg, hogy bevált-e az új edző, hiszen nyilván egy speciális helyzet volt az övé, mikor átvette a csapatot, azóta azért telt el most már idő. Viszont tény, hogy olyan nagyon sokat edzeni nem volt lehetőség, hiszen zsinórba játszotta a csapat a mérkőzéseket. Megítélni, tehát az eredmények alapján tényleg nehéz, hiszen ugye szerintem ilyen 50-50%-nál lehet győzelem, nem tudom én se pontosan, hogy mennyi, de az, én azt gondolom, hogy jó munkát végez, látszik a csapaton, hogy változott egy picit, és szükség volt erre, tehát mi azt éreztük, hogy most erre a váltásra szükség van edzőposzton. Nem könnyű, ahogy mondtad, hiszen szezon közben folyamatosan meccs, nemzetközi kupa, magyar bajnokság, óriási elvárások. Nagyon nehéz ilyenkor bármi olyan újat hirtelen változtatni, ezt láthatjuk más példákból is. És ugye nem volt most felkészülés, most van megint egy 3 hét tényleg. Itt már többször mondtam el, de itt most lehet egy kicsit dolgozni. A srácok csinálják is, úgyhogy én nagyon bízom benne, vagy bízunk benne, és azt gondolom nem csak én, hanem az egész város, vagy szurkolok, hogy elindulunk most már tényleg fölfelé. A szurkolókra még visszatérünk, és még egy kérdés, ami játékos államegye kapcsolatos, ezt nagyon sokan hozzák fel, akik elemzik a magyar kosárlabdát is, és benne az Albát, hogy azért a rendelkezésre álló magyar mag, ami Fehérváron sokszor és sokáig irigylésre méltó volt, az mennyire változott, mennyire szűkült, és ennek mi szerepe lehet abban, hogy a csapat hullámzóan teljesít. Hiszen azt látjuk, hogy ugye Keller Ákos távozásával azért egy válogatott játékost veszítettünk, ugye szezon közben távozott Markovics Luka is, ugyanakkor tény és való, hogy mondjuk Keller Iván vagy Filipovics Márkó pedig egyre több és markánsabb lehetőséget kap. Te most mennyire ítéled ilyen szempontból jónak a helyzetet? Sokat nem változott, tehát csak vegyük a tavalyi évet, Keller Ákos elment, ő az egyedüli, Luka Markovics egész évben sérült volt, most történt vele ez, ami történt, ugye nincs itt, tehát nem történt. Ezen kívül ugye Kovács Ákos ment el, és helyette visszajött Tóth Péter. Lehet, hogy itt van egy különbség, de én azt gondolom, Tóth Péter is részfeladatokat meg tud oldani. Vannak jó meccsei, vannak kevésbé, de hasonló szinten vannak. Filipovics Márko szerintem jobban játszik, mint a tavalyi évben. Keller Iván szintén. Tehát ilyen szempontból, hogy mennyire nincsen magyar magunk, erre megint azt tudom mondani, nézzünk meg egy Jászberényt. Tehát nulla magyarja van, és a harmadik helyen állnak. Tehát én értem, hogy beszélünk itt magyar magról, a magyar mag jelen pillanatban négy olyan magyarunk van, aki meghatározó lenne bármelyik magyar klubba. Egy Lórán Péter, egy Filipovics Márko, egy Tóth Péter, és egy Keller Iván. És mellettük van 5 légiós. 9 emberünk van, én azt gondolom, hogy ez bőven elég arra, hogy ne itt legyünk, hanem sokkal erőrébb. Hát a légiósok minősége az nyilván, ha már épp a Jászberényt mondtad, de tényleg mondhatnánk majdnem az összes magyar csapatot, az abszolút meghatározó, és hát ugye voltak is változások itt ezen a téren, ami szintén mutatta, hogy nem vagytok elégedettek, mert irányítót ugyanúgy cseréltetek, ahogy szezon közben ugye bedobó poszton is. Itt mennyire látod jelenleg ideálisnak a helyzetet, és mennyire vagy elégedett velük? Egyre jobbak, tehát be kell nekik is illeszkedniük, láthatjuk, azt hiszem, hogy Cabezas nem véletlenül világbajnok,
az utóbbi három mérkőzésen már olyan teljesítményt nyújtott, amit én azt gondolom mindenki elvárt tőle, és szerintem csak jobb lesz, ahogy egyre több edzés, egyre több munka van benne. Martin Zeno is Szegeden megnyerte a mérkőzést, ami kulcsfontosságú volt az egész szezonunkat nézve, tehát neki is egyre jobb a teljesítménye, azt gondolom. Azt tudni kell, hogy nagyon nehéz ilyenkor már olyan játékost igazolni, aki jobb lehet, mint aki előtte itt volt. Hiszen ha jobb, akkor valószínű valahol van, ha meg szabad, akkor pedig ott mindig van valami, tehát nagyon nagy szerencse kell ahhoz, hogy ne legyen mellette valami mínusz, ami visz lehúzza. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jelen pillanatban ők vannak, velük kell elérnünk a sikereket, én abszolút azt látom, hogy képes erre a csapat. Innentől kezdve viszont nem, mi kintről ennél többet nem tudunk jelen pillanatot csinálni, ezt nekik a pályán kell megoldani. Hát, ha már Kabasz ezt említetted, és most nem is konkrétan csak az ő személyét, azért te is irányító voltál, és hát nem volt az még olyan nagyon rég, nyilván pontosan tudod, hogy az egyes poszton kell olyan játékosnak lenni, aki képes tényleg az egész csapat játékát meghatározni, mert jó irányító nélkül egyszerűen nincs kosárlabda. Most Kabasz az utolsó egy-két mérkőzése azt ígéri, és reméljük hosszabb távon is így lesz, hogy tényleg ő kézben tudja tartani ezt a csapatot, tehát akkor irányító poszton végül is sikerült javulni. Szerintem ezt mindenki láthatja, hogy sikerült. Tényleg az ember nem felejt el kosár, meg nem véletlenül lesz világbajnok. Tehát az, hogy 38 éves, az egy dolog. Én azt gondolom, van jó kosárlabdázó, meg rossz. Tehát nem akkor dönti el, hogy most jó vagy rossz. Neki az látszik, hogy neki kell idő, hiszen az elmúlt egy vagy fél évben nem edzett úgy, tehát kosárlabda jelleggel, maximum konditerembe, vagy elment otthon futni. Ehhez neki idő kellett, ő ezt kezdi abszolút pozitívan, és profi módon áll ehhez az egészhez hozzá, ő győzni akarna. Ez látszik is, ahogy mondtad, meg ti is láthatjátok, én azt gondolom a teljesítményén, úgyhogy vele én azt gondolom, hogy abszolút nyert a csapat, és a város is, és a szurkolók is. Hát lehet, hogy kellemetlenebb téma, itt a stúdióban előtte beszélgettünk, ugye új játékost igazolt a héten, legalábbis próbaidőre szerződtetett az Alba egy amerikai centert, de hát akkor, ahogy hallom tőled, azért nem biztos, hogy meg fogja váltani nálunk a világot. Hát nem így van, tőle elköszönünk, hiszen az orvosi vizsgálaton van volt, orvosi vizsgálaton is nem kapta meg az engedélyt, hogy játszon, úgyhogy ő itt így nem tudjuk neki így kiváltani ugye a licenszet se, úgyhogy tőle el is köszönünk, tehát innentől kezdve, akit ugye tegnap bejelentettünk, ő nem marad, és így ugye keresünk mást, hogyha találunk valami olyasmi, aki jó. De hát nyilván ez a gondom napi rendben, hiszen nem véletlenül akartátok hozni. Ez azért mutatja, nem, hogy nincs egyszerű dolga akkor sem a klubvezetésnek, hogyha megvan a konkrét elhatározás. Van nyomás, persze, szurkolók, mindenki szeretné, hogyha javulna a csapat, és sokan úgy képzelik, hogy most egy elemet kiveszel és kicseréled, akkor majd ez így sírre áll az egész dolog. De hát ennek nagyon sok összetevője van. Most mennyi esélyt látsz rá, hogy akkor mondjuk ennek a 3-7-es szünetnek a végére azért lesz ilyen értelemben is változás? Hát, az 5-es lottó számait hamarabb megmondom szerintem neked. A viccet félretéve, nagyon, ahogy említettem, nagyon nehéz. Azt gondoltuk nála is, hogy ő tud segíteni, történt ez a dolog, tehát ezen viszont nem tudunk változtatni, hogyha valaki nem kapja meg az engedélyt, akkor ezen nem tudunk változtatni, nézi tovább a szakma, az edzők, hogy ki lehet erre potenciálisan jobb, tehát csak is akkor szeretnénk, hogyha segít a csapaton. Van még ugye 2,5 hét a következő mérkőzésig, meglátjuk. Mi nagyon szeretnénk, hogyha találnánk egy olyan magas embert, aki tényleg segítségére lehet még a csapatnak. Nyilván nagyon sok kritikával, kérdéssel szembesülsz, ami talán sportvezetői pályafutásodban most így először történik, hiszen azért eddig sikeresebb volt a csapat. Hogyan tudod viselni, és mennyire gondolod azt, hogy a külső szemlélők reálisan látják mondjuk a klubnak vagy a csapatnak a helyzetét, hogy rengetegszer kellett válaszolni anyagi helyzettel kapcsolatos kérdésre, szankciókkal, játékos állománnyal. Tehát ilyenkor nagyon sok minden felmerül a külső szemlélőben, aki azt gondolja, hogy valami biztos nem stimmel. Ez most gyakorlatilag neked is egy újfajta tanulópénzt jelent. Abszolút, de én azon, tehát mindent megteszek, vagy mindent megteszünk a klubban,
aki körülötte van, hogy tényleg a fiúknak csak a játékra kelljen koncentrálni. Abszolút tiszta a lelkiismeretem, tehát nyugodtan tudok aludni, tükörbe bele tudok nézni. Ugyanúgy dolgozunk tovább. Ezek a kérdések vannak, én erre mindenkinek őszintén tudok válaszolni, úgyhogy ilyen szempontból, bár ahogy mondod, ugye nehéz ezek a kérdések, vagy néha rosszul esik, de most ezt is át kell élni, ebből kell kijönnünk, pozitívan tekintünk a jövőbe, és szeretnénk, abba bízunk, hogy hamarosan már jönnek a pozitív válaszok is, vagy kérdések, mondok gratulációk is. Egyébként Balási Imre lett a klub elnöke, indult egy többszörösen is hangoztatott brand építés, amiben nagyon sok minden beletartozik, és nyilván egy folyamatos előrehaladás vagy fejlődés lenne az ideális e tekintetből is, hogy mindig egy pozitív márka legyen az Albafehérvár, ami a története alapján abszolút az is nyilván. Mennyire érzitek úgy, hogy ebben is van megtorpanás vagy veszély, hiszen a nem csak a szurkoló kritikája, inkább a nézőszám az, ami visszajelez, hogy ha valami nem stimmel. Jelen pillanatban kell attól tartani, hogy olyan visszaesés lesz mondjuk a klub népszerűségében, ami hosszabb távra is kihathat. Hát ez az eredményektől fog, mindannyian tudjuk, hogyha sikeres egy csapat, akkor jönnek az emberek és sik járni mérkőzésre, ha kevésbé. Az tény, hogy az idei szezonban ennyi bérletet még soha nem adtunk el, mint idén. Például ezeket a jegyeket, akik nem jön el, nem tudjuk értékesíteni. Azt is látjuk, hogy ugye azért a kiemelt mérkőzéseken, gondolok itt egy Körmend, egy Szolnok, egy Falkó, továbbra is teltház van, tehát az embereket érdekli. Azon dolgozunk, hogy ez ne változzon, hogy a brand tényleg épüljön az Albafehérvár, és jó csapatunk legyen. Néha történnek ilyen dolgok, amikor rosszul sikerül, ezt amennyire lehet, mi próbáljuk most orvosolni, de abszolút pozitívan tekintünk a jövőben, és amit elterveztünk, vagy ami a célunk, vagy a jövőképünk, azt abszolút azért dolgozunk, hogy ez megvalósuljon. A nemzetközi kupa az most hogyan illik a képbe? Egyenes kieséses szakasz jön, ami a legvonzóbb és legizgalmasabb része általában ennek a dolognak. Ugyanakkor hát nyilván mindenki azt várja, hogy a bajnokságban történjen meg a biztos előrelépés és a hagyományokhoz méltó szereplés. Lehet egyáltalán súlyozni ezeket a dolgokat, vagy most a nemzetközi kupa egy olyan dolog, ami ha sikerül, ha nem, akkor se baj? Hát ez is annyira kettős. Tehát a nemzetközi kupában itt vagyunk megint a 16 között, úgy, ahol tavaly, és az eddigi legnagyobb siker a klubnak, és ott küzdünk egy Telekom Bonnal, aki ott van a Németország egy középcsapat, de legtöbbször ő is följebb szokott lenni, tehát egy erős csapat ellen, és én azt gondolom, hogy ha tudunk normális játék, tehát szépen játszani, amire képes ez a csapat is már bizonyította, akkor lesz esélyünk. De továbbra is, ahogy említetted is, a magyar bajnokság jelen pillanatban a kulcs, tehát az a fő cél, az az elsődleges, hogyha a nemzetközi kupában ugye van még ez a két meccs most első körben, sikerült tovább jutni, örülünk neki, de hogyha netán nem, ha itt vége szakad, mint tavaly, akkor is azt gondolom a nemzetközi kupával abszolút elégedettek lehetünk, és akkor pedig már teljes mellszélességgel és fókusszal csak a magyar bajnokságon előttünk. Azért gondolom volt egy kis emlékidézés, amikor kisorsolták az ellenfelet, hiszen a külföldi pályafutásod első klubja volt ugye a Telekomban. Nem tudom, hogy van nekem ott egyáltalán ismerősök, vagy milyen érzelmeket váltott ki belőled. Hát, ha már választani kellett ilyen szempontból, én örülök neki, hogy a Telekom Bonnnal játszunk, hiszen, ahogy mondtad, ugye az első évemben ott játszottam, és nagyon szép emlékeim vannak. Azért ez most már régen volt, 13 éve, tehát azért ott is sok minden változott, de a klubnál, akik a körülötte dolgoznak, ők még ott vannak, velük már beszéltem, úgyhogy tényleg ilyen kicsit ilyen izgatottan várom, hiszen nagyon régen voltam ott, és arra mérkőzésre elmegyek, úgyhogy kíváncsian várom, hogy a csapat mit tud nyújtani, meg hogy mi változott ott Bonnban. Köszönöm szépen, hát akkor további jó munkát kívánunk, remélve, hogy tényleg hamarosan majd sikerekről beszélgethetünk, azért mindig kellemesebb egy kicsit. Köszönjük. Mindent bele a fiúknak, a csapatnak is. Köszönöm szépen Simon Balázsnak. A kedves nézőknek pedig még annyi marad a mai adásból, hogy megnézzenek egy bejátszott, amely az Alba Triathlon olimpiai kandidáló fiatal tehetségéről szól, Dévai Márkról, aki triatlonosként persze elsősorban fut, úszik vagy kerékpározik, de mint most majd a mellékátábra mutatja, a konditeremben is kell, hogy megismerkedjen a súlyzókkal. Én ezzel köszönöm már a figyelmüket, viszontlátásra!
A triatlon ugye egy szabad téren űzhető sportág, most mégis bekerültetek az edzőterembe. Miért jó, vagy miért fontos ez a lehetőség? Mi az, amivel mondjuk ki tudjátok egészíteni itt az edzéstervet, vagy akár a téli időszakban mondjuk programként beiktatható az edzésbe? Igen, hát a téli időszak az az alapozás időszaka, és a nevében is benne van, hogy megalapozzuk a versenyszezont. Tehát gyakorlatilag itt ebben a környezetben és ebben a teremben annyira jól felszerelt gépekkel és olyan jó környezetben tudunk készülni a versenyszezonra, hogy nagyon másra ezt nem is tudnánk megtenni. És hát szükségünk van az erőfejlesztésre is, tehát fel kell készülni az izmoknak arra a hatalmas terhelésre, ami majd a versenyszezonban fog jönni, és az izmokat itt egy ilyen környezetben nagyon jól meg tudjuk dolgoztatni, és meg tudjuk alapozni, és meg tudjuk erősíteni. Az erőlétet alapozzátok meg tulajdonképpen. Így van, ezért dolgozunk most, igen. Milyen jellegű edzésprogrammal szoktatok itt az alapozásban tevékenykedni? Mennyi súlyzós edzés van? Gondolom én, hogy azért a nagy izomtömeg az nem cél ebben a sportágban. Igen, hát az edzés jellege az, ugye mi nem a gyúrás miatt jövünk, hanem az erősítés miatt, tehát a sorozatok száma és az ismétlések és a használt terhelés az meghatározza azt, hogy most mit fogunk ezzel elérni ezzel az edzéssel. Mi kifejezetten csak erősíteni szeretnénk. Heti egy-kettő edzésünk van, ez ciklustól függ, mindig a felkészülési ciklustól. Súlyzózás van benne, saját testsúlyos gyakorlatok, medicinlabdás gyakorlatok, illetve futógépet használunk, amikor kint jönnek a kemény fagyok és a kemény hidegek, és tiszta hó minden és tiszta jég minden, akkor nagyon jókat lehet itt ezeken a futógépeken edzeni, és ezt ki is használjuk. Gondolom, odafigyeltek a technikára, mert többen azt mondták, hogy nem mindegy, hogy milyen technikával futnak a futógépeken sem, és tönk lehet tenni az izmokat, az ízületeket. Igen, nagyon fontos. Hozzá kell szokatni, tehát vele is, a Márkóval is először, amikor lejöttünk ide a terembe, megkaptuk a lehetőséget, hogy itt edzhessünk, akkor volt egy pár edzésünk, amikor csak belőttük a mozdulatokat és a mozgást, és hozzászokottuk a futógéphez, és aztán onnantól kezdve nem volt gond, mentek az edzések folyamatosan. Mennyi ideig készültök itt majd fel? Az elkövetkező hónapokban összefuthatnak veletek? Így van. Hát gyakorlatilag március elejé közepéig itt megtalálhatóak leszünk heti rendszerességgel. Utána már bízunk benne, hogy jön a jó idő, és ki tudunk menni a szabadba is edzeni. Akik rendszeresen megfordulnak itt a Kettler-Fehérvárban, azok már láthatják a felkészülésedet, hiszen most már jó néhány hetet itt edzel. A nagy cél az olimpia, ugye ezt a te esetedben tudjuk. Hogy kell felkészülni egy olimpiára, te hogy készülsz fel erre? Ugye most a kijutásra készülünk elsősorban nyilván. Megvan a napi legalább 3 edzés, ebbe be van iktatva egy kondis edzés egy héten egyszerre, és tulajdonképpen összeáll elég nagy edzésmennyiség, és reménykedünk, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy a versenyeken minél jobb eredményt érek el, és ezekkel elég pontot gyűjthessek. Tulajdonképpen a közepén vagyunk az alapozásnak. Ugye az előző szezon nagyon hosszú volt, október legvégéig tartott, és ez a szezon pedig márciussal már kezdődik is, úgyhogy van egy pár erős hetem még, és utána tulajdonképpen kezdődnek a versenyek. Hogyan készülsz fel fizikailag, illetve mentálisan a versenyidőszakra? Ugye az is fontos, hogy mentálisan a fejben az ember ott legyen, nyilván a fizikai erőllét meg úgy egyáltalában ez a dolog is. Igen, hát igazából én úgy gondolom, hogy aki eléggé motivált, az ott van fejben, valamint ha vannak hosszabb, kimerítő edzések, azok a fizikai rész mellett mentálisan is megedzik az embert, úgyhogy gondolok itt például a monotonitás tűrésre, vagy arra, hogy például van egy nagyon hosszú kerékpározás, több órás, vagy egy futás, ami majdnem 2 órás, tehát úgy gondolom, hogy mindkettőre felkészít. Igazából szeretni kell, amit csinál az ember, akkor igazából tulajdonképpen más indok nem is kell arra, hogy kimenjen futni, hogy elmenjen az edzőterembe, hogy rájön a biciklire,
hogy ússzon, hogy mindent felsoroljak. Meg valóban kell hozzá az akarat, és tényleg az, hogy az ember tehát érdekelje, amit csinál, és akarjon jó eredményt elérni, hogyha már az élsportról beszélünk, és nyilván, ha jön az eredmény, akkor az pedig egy plusz motiváció. Ha már említetted, hogy szeretni kell azt, amit csinálunk, akkor mondjuk te itt az edzőteremben mi az, amit szeretsz csinálni? Hát igazából szeretek futni, tehát azt tulajdonképpen bárhol, ugye télen előfordul, hogy futószalagon kell futni a hideg idő miatt. A kondi részt pedig tulajdonképpen szükségünk van nekünk is valamennyi erősítésre, olyan nagyon nagy súlyokkal nagyon sokat nem dolgozunk. Ezeket a részeket is meg kell csinálni. Egy kicsit valóban, mivel erősítő edzésnek csak arra megy rá, hogy az erősödés és a kondizás, de ennek is van rengeteg haszna, úgyhogy tulajdonképpen ez miatt mindenképpen szükséges. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy engedted, hogy benézzünk az edzésedbe, és hát akkor jó felkészülést! Köszönöm szépen! We'll be right back.